Egy különleges kiállításnak és egy különleges író-olvasó találkozónak adott helyet a Kossuth Lajos Gimnázium. A világirodalom nagy klasszikusára, a 700 éve elhunyt Dantéra emlékeznek. Dante halálának a 700 éves évfordulója van, ugye mert 1321. szeptemberében halt meg, a 13-áról 14-ére virradó éjszaka. Hát állítólag az történt, hogy akkor már ugye ott volt Ravennában Guido Novello da Polenta vendégeként adott neki menedéket, és akkor épp torzsalkodás volt Velence és Ravenna között, és akkor ilyen békeszerzőnek elküldte őt da Polenta úr Velencébe, és a kiküldetés folyamán fázott meg annyira, hogy aztán meg is halt 56 éves korában. Tehát amikor azt írta, ugye azzal nyitja az isteni színjátékot, hogy az ember élet útjának felén, akkor 35 éves volt, hát akkor nem jó satszolt, mert az ő satszolása szerint 70 éves koráig kellett volna élnie, de hát emiatt a megfázás miatt 56 éves korában befejezte. Dantéra három állomásból álló eseménysorral emlékeznek Cegléden. A rendezvény sorozat főszervezője Juhász István elmondta, a napokban nyílt kiállítás három részre bontható. Vannak olyan reprodukciók, amelyek jól ismertek. Firenzei domba lévő festmény nagyon jól ismert mindenki által. A második kategóriába azok az alkotások tartoznak, amelyek egy 15. századi kódexben található miniatúrák. Összesen 38 miniatúrát állítottunk ki, fölnagyítva A3-asra. A kódexben egyébként 130 miniatúra található. Ezek az isteni színjátéknak a történetét viszik végig, ezek a miniatúrák, a legszebbeket próbáltam ebből kiválogatni. A harmadik kategória, ami azt gondolom, hogy tulajdonképpen a kiállításnak egy másik nagy erénye, a felkért alkotók által készített, erre a kiállításra készített alkotások. Ez is körülbelül 20 darab alkotás. Az alkotók egyébként itt vannak a teremben. Egy dolgot még érdemes megjegyezni, hogy a kiállított miniatúrákhoz szükség volt az angol nemzeti könyvtár licenszére, engedélyére. Ezt megkaptuk. Megkaptam arra, hogy kiállításunk bemutassuk, illetve készült egy díszes kiadvány a kiállításhoz, 52 oldalas terjedelemben, az ebben való felhasználásra is megkaptuk az engedélyt. Szuper. Az alkotók nevét szeretném, hogyha elmondanám. Remélem, hogy nem fogom elfelejteni. Gérné Mezősi Aranka, ő légszobrokat, bronzból készít légszobrokat készített, Ercsei Lenke egy terrakotta szobrot alkotott nekünk, folytatom, Gulicska Lőrinc három grafikát készített, Matetics László három festménnyel járult hozzá a kiállítás anyagához, Miklósovics László egy korábbi grafikáját adta át, amit Dantéról szóló vershez készített, Várhelyi György két kis plasztikát adott át, az egyik kis plasztika mindössze 40 kiló és bronzból van, tehát nem annyira kicsi ez sem, és kit hagytam még ki, mert valaki még kimaradt a felsorolásból. Én sem, ilyenkor a zavar megvan. Igen, mert... Ja igen, Oldalné Gyula Irénke, a hetedik, aki készített még alkotást számunkra, ő tűzzománcokkal járult hozzá a kiállítás anyagához. Megható ez a munka, amit Juhász Pista itten kifejtett, mert hát neki nem is szakterülete mondjuk ez a italianisztika, de hát annyira szereti Dantét, hogy nagyon szakszerűen példamutató szakértelemmel és szorgalommal rendezte meg ezt az egészet. Az író-olvasó találkozón dr. Madarász Imre irodalomtörténész és Baranyi Ferenc Kossuth Díjas költő műfordító voltak a vendégek, akik Dante kalandos életútjáról, alkotói munkájáról is beszéltek. Baranyi Ferenc elmesélte, hogy őt már egészen fiatalon, az egyetemen is foglalkoztatta Dante, olyannyira, hogy belőle írt a szakdolgozatát. Már akkor a Új élet című prozimetrumából, ami ugye egy olyan mű, hogy próza és vers váltakozik. Tehát elmondja a Beatricével való légies szerelme történetét, és ahol valami érzelmi nyomaték kell, ott mindig van egy szonet vagy egy kancsonet, tehát vers következik, mint a musicalekben. Jön a song, olyankor jön Dantén a vers a próza közben.
ez már nagyon megtetszett nekem egyetemista koromban, ugye olasz szakos voltam, és azon nyomban le is fordítottam két szonettet ebből a Dante műből. És akkor az annyira tetszett a professzoromnak, Kardos Tibornak, hogy arra biztatott, hogy fordítsam le az egész új életet, egész Vita Novát, de hát az embernek 20 évesen, hát kisebb gondja is nagyobban, hát lányokat kell hajkurázni, nem pedig holni Dantéval pecsérelni az időt, úgyhogy akkor nem került sor az egésznek a lefordítására, hanem 93-ban, tehát jóval később fordítottam le az egész új életet, meg is jelent, azóta három kiadást is megért, úgyhogy Kardos professzor úr megnyugodhat a sírjában, hogy végül is bekövetkezett, amire biztatott, csak nem akkor, amikor ő szerette volna. És hát a szakdolgozatom is Dante volt, ez volt a címe, hogy az endek, a szillabó, mint kifejező eszköz Dante isteni színjátékában. Hát az endek, a szillabó, ez olyan hangsúlyos 11 szótagos versor az olasz költészetben, mint amilyen a Alexandrinus a magyarban. Az olasz nyelv atyának is tartott költőről, Dantéról a mai diákok is tanulnak. Kíváncsiak voltunk Baranyi Ferenc véleményére, hogyan lehet közelebb hozni Dantét a mostani fiatalokhoz. A Babits fordítása az, mint költői alkotás, a magyar líra egyik csúcs teljesítménye, nem mint fordítás. Tehát az ő fordításában, ha olvassuk az isteni színjátékot, akkor sokszor, ugye háromszor is el kell olvasni egy strófát, hogy egy tercinát, hogy mi is történik benne, mert a rímkényszer olyan furcsa szórendekre késztette a Babitsot, hogy nehéz olvasmánnyá vált. Holott az eredeti egy nagyon egyszerű, faxnimentes, mesélő hang. Én azért kezdtem újra fordítani, és hát meg is csináltam, ugye, hogy azt a természetes mesélő hangot adjam vissza, amit a köznép is megért és élvez. Hát nem véletlenül írta ugye a köznép nyelvén, a vulgár latinul, tehát a olasz nyelvé ő tette a vulgár latint, ő vitte irodalmi magasságba, mert a köznépnek szánta, nem a tudósoknak ezt a két költői művét, a Vita Novát is, meg az isteni színjátékot is. Tehát ezt a természetes mesélést akartam visszaadni, meg hát a zenei effekteket, amik szintén elsikadnak Babitsnál, na most hangsúlyozom, világérse értse úgy, hogy én most simpelem, és magamat többre tartom a Babitsnál. Meggyőződésem, hogy minden, már a világirodalom minden alapértékének meg kell lenni magyarul, és meg is van nagyjából. És jobb, ha minél több változatban van meg, mert a sok változatból össze lehet rakni az eredetének minden ékességét. Na most én a magam fordítását oda szántam a többi mellé, tehát a Szász Károly, a Babits Mellyán, a Nádasdy Ádám és a többiek mellé, nem föléjük, nem alájuk, hanem mellé. Tehát ezért történt az, hogy én is nekirugaszkodtam a Divina Komédiának, ami, mint tudjuk, csak komédia volt eredetileg, az isteni jelzővel Boccaccio ruházta fel utólag. Jogosan merült fel bennünk a kérdés, hogy a gyönyörű képekből, alkotásokból álló tárlat lehetne vándorkiállítás. Én azt gondolom, hogy ezt a kiállítás anyagot érdemes lenne máshol is bemutatni. 70 műalkotás, nem is akármilyen műalkotásokról van szó. Október 31-ig lesz itt a gimnázium dísztermében látogatható a kiállítás. Azt követően én ezt megbeszéltem az alkotókkal, egy éven keresztül van lehetőség arra, hogy esetleg vándorkiállítás legyen belőle máshol, hogy lesz-e, ez az igényeken múlik, a lehetőség megvan, fel kell tenni az érdeklődést, én is próbálom, és mások is.